emlékkivé nyúlt házban, óbudai kislakásban, két hetenként összegyűltek nyolcan öregek. Szó került sok szép emlékről, békebeli zordidőkről, s arról is, hogy milyenek a mai gyerekek. Kávé mellett csendben ültek, vitatkoztak, lelkesültek, hogy a divat akkor tájt mi volt. Szólt az egyik, zene kéne! Házi asszony Lenke néne bekapcsolta nékik hát a pesti rádiót. A nyolc öreg összenézett, ismerős a ritmus képlet, fürge lábú Lenke néne, már is perdül a középre, és a társaságnak így kiállt. Rajta öregek nagymamák, a cselszon újra sik, hoppa derekam kapja át, egy kicsi tánc ugye jól is esik. Gyenge kifogás most a csúz, a köszvény is jársz. Jöjjön öregem bendeg úz, nem állt egy kis fogyás. Régen 924-ben azon pés mit állt nékem, hogy magával sosem táncolok, kosarat adok, itt a ragyogó alkalom, a cselszon újra sik. Mert a divat az nem halad, csak visszaváltozik. Tánc! Na-na, bendeg húz! Magával sosem táncolok, kosarat adok, itt a ragyogó alkalom, a cselszon újra sik. Mert a divat az nem halad, csak visszaváltozik, csak visszaváltozik.